Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Illegális hulladékhalmok Szekszárdon. Az önkormányzat több mint 6 millió forintot költ a felszámolásukra. Megújult az oktatási intézmény, felújították a Bonyhádi Kereskedelmi Iskola épületét. Környezetvédelem és fejlesztés, 11 használt olajgyűjtő edényt helyeztek ki Szekszárdon. Mártonnap a Tolnai megyeszékhelyen az oltottaknak és az oltatlanoknak is készülnek programokkal. Több mint 6 millió forintot költ el a következő hetekben a szekszárdi önkormányzat a megyei jogú város területén található illegális hulladéklerakatok felszámolására, pedig ezt a pénzt bármi másra is lehetne fordítani. A forrásból 10 szeméthalmot tudnak felszámolni. Több mint 6 millió forintot költ el a következő hetekben a szekszárdi önkormányzat a megyei jogú város területén található illegális hulladéklerakatok felszámolására, pedig ezt a pénzt bármi másra is lehetne fordítani. Hónapok óta heverhet a rengeteg háztartási hulladék a szekszárdi József puszta egyik vízelvezető árkában, csak itt nagyjából 70 köbméter hulladékot helyeztek el illegálisan. Most az önkormányzat több 100 000 forintot, városszerte pedig több milliót költ arra, hogy ezt és 10 másik hasonló lerakatot egy pályázatnak köszönhetően felszámoljon. Most a város 6 millió 200 ezer forintot nyert, továbbra is az illegális hulladéklerakóknak a megszüntetésére. Tavasszal egyszer már elköltött több millió forint pályázati pénzt Szekszárda hasonló illegális lerakatok felszámolására. Akkor a megyei jogú város belterületeit tették rendbe a polgármesteri hivatal munkatársai. Most pedig a központtól távol eső József pusztára is jutott forrás. Gyurkovics János, a település alpolgármestere azt mondja, elszomorító és felháborító, hogy bár az Aliszka Terrával szerződésben állók ingyen vihetik ki a szemetüket a hulladékudvarba, mégis vannak, akik így szabadulnak meg attól. Szekszárd önkormányzata csak idén már több 10 millió forintot költött a hasonló kupacok megszüntetésére. Ebben az évben eddig, tehát az első 9 hónap adatairól tudok beszámolni, 24 millió forintot költött önerőből az önkormányzat az illegális hulladék lerakók felszámolására. Ezen túl ugye a városnak vannak, illetve az önkormányzatnak vannak saját szervezeti egységében közfoglalkoztatottak, illetve a köztisztasági csoport munkatársai, akik a közterületeknek egyébként a tisztántartásáért felelnek. Vagyis az ő bérük ebben az összegben még benne sincs, mint ahogy a szemét elhordását végző autókba tankolt üzemanyagára sem. A mostani ártalmatlanítási akció november végéig befejeződik Szekszárdon. 8394 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 931414 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 132 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 31751 főre emelkedett. 4990 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 488-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.986.000-en kaptak. Tolna megyében 133 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 19.443-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Bonyhádon átadták a Tolna megyei szakképzési centrum Percel Mór iskolájának felújított épületét. A beruházás a város és a szakképzési centrum közös finanszírozásában valósult meg. Közel 60 esztendő telt el azóta, hogy ebben az iskolaépületben érdemben korszerűsítés zajlott, hangzott el az átadón, melyen Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, az oktatási rendszer átalakítása megtörtént, és a számok alapján mindez pozitív visszajelzéseket eredményezett. Átlagosan 12%-kal növekedett a szakképzésbe jelentkezők aránya. Ennél nagyobb a technikumba jelentkezők aránya, az egyértelműen jelentős. Elindítottuk az okleveles technikust, ami az egyetemekkel való kapcsolatnak egy ilyen kreditpontos rendszerrel még kiegészül a képzés ott. Ott nagyon sok gyerek és nagyon sok iskola egyetem akar bekapcsolódni, tehát ez azt gondolom mind visszajelzés. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Bonyhád és környéke a megye legdinamikusabban fejlődő területe.
Ez az kell, hogy a szakképzést is oda tudjuk vinni, illetve fejleszteni, ezért minden gyerekre, gyermekre, pedagógusra számítunk, aznak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést a következő években is ki tudjuk szolgálni. Az elsősorban energetikai korszerűsítésen átesett épület a fejlesztés egyik lépcsője volt, mondta Dömötör Csaba, az épületet működtető Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja. A jövőben az oktatástechnika korszerűbbé tételére kell majd koncentrálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan újítsuk az épületeinket, ahol az oktatás, a képzés folyik, hiszen a 21. század már elképzelhetetlen, a 21. századi oktatás elképzelhetetlen, anélkül, hogy ne korszerű körülmények között egy jól felújított épületben folyik. Nagyon sok beruházást viszünk egymás mellett párhuzamosan. Most a legnagyobb ez volt, de a többi épület, többi iskolánk többi épületére is igyekszünk mindig odafigyelni. A felújítás költsége megközelítette a 300 millió forintot. Filoni Ferenc Ibolya, az épület tulajdonos, Bonyhádváros polgármestere úgy értékelte, ez a projekt a legjobb példa arra, hogy mindegy, ki a tulajdonos és ki az üzemben tartó, a közös cél érdekében sikeres összefogás zajlott, és ennek köszönhető, hogy létrejött egy korszerű iskolaépület. 480 forintnál nem lehet több az üzemanyag ára. Magyarország kormánya maximalizálta az idehaza kapható benzin és gázolaj árát, így hétfőtől jóval kedvezőbben juthatunk hozzá, mint az elmúlt időszakban. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, a csütörtöki kormányinfón jelentette be az intézkedést, amely november 15-től él majd. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a benzin és a gázolaj ára a gazdaság működésére és általánosságban az árakra is kihatással van. Ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Ez azt jelenti, hogy ennél, tehát 480 forintnál olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj ára, de drágább nem. Abban bízunk, hogy ez a gazdaság számára segítséget jelent, és részben az infláció mérsékléséhez is hozzá tud járulni. Egyre drágábbak a mezőgazdasági területek idehaza. A KSH adatai szerint az eladott területek átlagára 2019-hez képest 8,2%-kal 1,7 millió forintra emelkedett tavaly. A bérlésért évi 64.400 forintot, a vételi ár 3,7%-ának megfelelő éves díjat kellett fizetni. A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint országosan 63.000 hektár termőföld területet értékesítettek 2020-ban. A teljes mező- és erdőgazdálkodási hasznosítású terület 1%-át. A forgalom 8,4%-kal volt alacsonyabb, mint 2019-ben. 11 darab 800 literes használt olaj és zsíradékgyűjtő edényt helyeztek ki Szekszárdon csütörtökön. A környezetszennyező hulladékot lezárt PET palackokban vagy befőttes üvegekben lehet a tartályokba dobni. Az összegyűjtött zsíradékok 100%-át újrahasznosítják, és a cég minden liter után 25 forintot fizet az önkormányzatnak, amit szabadon a város fejlesztésére költhet. 800 literes sütőolajgyűjtő edényeket helyeztek el Szekszárd 11 pontján a környezet tudatosság jegyében. Az önkormányzat már nyáron felvette a kapcsolatot az újrahasznosító céggel, és most megszületett a megállapodás. Számos háztartásban gondot okoz a használt sütőolaj elhelyezése. Erre keresett megoldást Szekszárd város önkormányzata. Cserháti László, a program koordinátora elmondta, számukra is nagyon fontos ez a nap, hiszen ez az első megyeszékhely az országban, ahol kiépült a 800 literes gyűjtőrendszer. Azért különleges ez, mert eddig vagy kisebb gyűjtőedényekkel, vagy pedig intézményi területeken helyeztük ki ezeket a gyűjtőedényeket. A lakosság ezekben az edényekben helyezheti el a háztartásokban keletkezett használt sütőolajat és sütőzsíradékot, amit a Cseppet sem program keretében gyűjtünk össze, és előkezelés után biogáz üzemekbe, illetve biodízel alapanyaggyártó üzemekbe kerül, tehát 100%-ban felhasználásra kerül, újrahasznosításra kerül az anyag. A használt sütőolajat és zsíradékot lezárt műanyag palackban vagy befőttes üvegben helyezhetik el a lakosok a gyűjtőkonténerbe. Az elkövetkezendő pár hónapban még figyelni kell az edények telítettségét, de jelenleg egy olyan fejlesztésen dolgozik a cég, ami online módon is jelzi majd, ha megtelt a tároló.
Fontos, hogy a szemléletformálásnak ez is része legyen. Ugye itt a környezettudatosság, a környezetvédelem kapcsán példát kell mutatni a gyerekeknek, és meg kell tanítani nekik, hogy igenis a sütőolaj, ami otthon keletkezik, az veszélyes a környezetre, ezért ennek megvan a helye, el kell mondani, hogy mi történik vele utána, úgyhogy ezzel van még dolgunk bőven. Ez az első lépés, hogy ezek az edények kint vannak, és remélem, hogy nagyon-nagyon gyorsan fognak telni, mert akkor ez azt jelenti, hogy a lakosság használja ezeket az edényeket. A sajtótájékoztató során az is kiderült, hogy a cég minden liter használt zsíradék után 25 forint anyagi visszatérítést fizet az önkormányzatnak, ami akár milliós nagyságrendű is lehet. Ezt az összeget közösségi célokra költheti majd el a megyei jóváros. Hamarosan beköszönt a tél a mínuszok előtt, azonban érdemes gondoskodni a vízmérők, házi vezetékek téli védelméről. Elég ugyanis egyetlen fagyos éjjel, hogy egy nem megfelelő szigetelt szerkezet tönkre menjen. Ezek javítatása, cseréje pedig több tízezer forint. Összesen mintegy 380 esetben kellett cserélniük, vagy javítaniuk az elfagyott vízmérőket az elmúlt két tél során az illetékes szakembereknek. Pedig a vízmérők elfagyása megelőzhető, hívta fel minden érintett figyelmét a szolgáltató. Az elfagyás megelőzése érdekében a legfontosabb a vízakna búvónyílásának hőszigetelő anyaggal, például hungarocellel való szigetelése. Érdemes belülről az akna fedlapot, valamint az oldalfalait is leszigetelni. A fagynak kitett vezeték szakaszokat, tűzfalban vagy falon kívül futó csöveket szintén szigeteljük, vagy ha ez nem kivitelezhető, akkor időben víztelenítsük. 60 vertek agyba főbe, szó szerint félholtra egy férfit Szekszárdon. A támadás hátterében kábítószeres üzlet állt. Az ügy már bíróság előtt van, az elsőrendű vádlott pedig a meghallgatáson többször is önellentmondásba keveredett. Hatan vertek agyba főbe, szó szerint félholtra egy férfit Szekszárdon. A támadás hátterében kábítószeres üzlet állt. Az ügy már bíróság előtt van, az elsőrendű vádlott pedig a meghallgatásán többször is önellentmondásba keveredett. Itt Szekszárd központjában történt a brutális támadás még 2019-ben. A fiatalokból álló két társaság az innen néhány méterre található szórakozó hely előtt szólalkozott össze. Az elsőrendű vádlott most azt mondta, kábítószert akartak venni a későbbi sértettől, aki viszont nem adott nekik, emiatt tört ki a verekedés. Ki kezdte elütni? A kegyetlen támadás csak egy-két percig tartott, de ez idő alatt súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett a csoportosan bántalmazott fiatal férfi. A fejét ért ütésektől megsérült a koponyája, és agyzúzódást is szenvedett. Emellett pedig az állkapcsa úgy eltörött, hogy meg kellett műteni. Az elsőrendű vádlott most többször ellentmondásba került azzal, amit korábban a rendőrségen vallott. Mindegyik azt kiabálta, hogy engedjetek-e, ezután jött a csattanás, mikor Bence elesett, majd mindenki futni kezdett, és mi visszaszaladtunk a kocsihoz. Tehát itt úgy tűnik ez a csatornásból, hogy nem tudja, hogy mitől esett a földre. Jó, tehát azt a vallomást tartja fönn, amit most mondott. Az ügyben most nem született ítélet, a bíróság ugyanis tanúkat és több vádlottat is meghallgat majd. A támadók szabad lábon védekezhetnek. 103 évvel ezelőtt, 1918. november 11-én ért véget az első világháború. Az 1914-ben kitört harcok során összesen több mint 15 millióan haltak meg. A négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli gyarmat és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult. Az osztrák-magyar monarchia szétesett a háború végére, valamint a német területszerzés illúziója is szerte foszlott. Eredményeként került sor a Magyarország feldarabolását célzó trianoni békediktátum aláírására is. A harcok 1914 és 18 között az addigi 20 milliós magyar lakosságból 3,5 millió halálos áldozatot követeltek. Megrendezik Szekszárdon a hétvégén a Mártonnapi Vigadalmat. A rendezvény helyszínéül szolgáló sátorban ugyancsak a járványügyi szabályok betartása mellett lehet majd belépni. A szervezők gondoltak a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőkre is. Áll a sátor, a berendezések is a helyükön vannak, az utolsó simítások vannak vissza, hogy egy év kiadás után újra legyen Mártonnapi Vigadalom Szekszárdon. A rendező Babits Mihály Kulturális Központ eddig is hangoztatta, csak az aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével rendezik meg a gasztrokulturális eseményt.
Fontos tudni, ahogy azt jeleztük a korábbi szórólapokon, plakátokon és hirdetéseinken, hogy a mindenkori járványügyi szabályok betartásával lehet részt venni a rendezvényen. Ez lefordítva a mai napon érvényes szabályokra azt jelenti, hogy kizárólag védettségi igazolvány birtokában lehet a sátorba belépni és itt részt venni az egyébként ingyenes programokon. Akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, számukra is kínálnak a szervezők programokat a sátor környékén. Éppen ezért a Béla Király téren számos olyan egyéb más program is várja a látogatókat, étkesek, árusok, illetve szabadtéri játékok, gyerekeknek is nagyon sok kitelepített programot, golfpályát, gokártpályát, népi fajátékokat is kihelyeztünk, hogy ebben az esetben őket sem felejtjük ki a hétvégi forgatagból. A sátor kapacitása 300 fő, ennyien lehetnek benne egyszerre egy időben, mondja Berlinger Attila. A programsorozat pénteken délután indul és vasárnap estig tart. Napközben elsősorban a gyerekeknek állítottak össze szórakoztató műsorokat a szervezők, az esték pedig a felnőttek kikapcsolódását szolgálják. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Ötelemmel bővül a létesítmény, szimulációs oktatási központot hoznak létre a Pécsi Egyetemen. Új park a pécsi belvárosban, az üzletközpont udvarán még koripálya is lesz. NAV ellenőrzések, a tapasztalatokról beszélt a szakértő. Tanműtő, fogászati fantomlabor, kiterjesztett valóság. Többek között ezek a projekt elemek kerülnek be a most épülő szimulációs oktatási központba. A pécsi orvoskaron indult beruházás több mint 1,1 milliárd forintból valósul meg. A most közel 300 négyzetméteres skill labor a munkálatok végeztével 1700 négyzetméteren várja a hallgatókat és oktatókat, várhatóan 2022. szeptemberétől. Romokban áll a pécsi orvoskar egyik szintje. Nem véletlenül, hiszen egy ultramodern szimulációs központot alakítanak ki a negyedik emeleten. A beruházás bruttó összege meghaladja az 1,1 milliárd forintot. Erről októberben döntött a kormány. A központ igazgatója elmondta, hogy funkciójában 5 plusz elemmel gazdagodik az egység. A jelenlegi struktúra mellett megjelenő új szimulációs oktatási központban a kommunikációs skilleket, speciális műtéttani ismereteket, sebészi technikákat tudunk oktatni. Matrix tantermeinkben bármelyik klinikai szakma igényeinek megfelelve tudjuk a megfelelő szimulátorok igénybevételével a klinikai igényeket kiszolgálni. Speciális préhospitális sürgősségi ellátási elveket tudunk biztosítani. A szimulációs oktatási központ tevékenysége iránti igény évről évre emelkedik. Jelenleg szemeszterenként közel 1500 kontaktóra zajlik itt. Az orvoskar dékánja szerint több szempontból is fontos fejlesztés lesz ez. Nagyjából két főirányt tudnék mondani, az egyik a közösségi ütés, a második pedig a gyakorlati képzés. A gyakorlati képzés az alapja az orvos képzésnek, tehát folyamatosan figyelnünk kell rá, és az is nagyon fontos, hogy ez a közösség egyben tudjon maradni. A látványtervek alapján tanműtőt alakítanak ki, ahol valós orvosi eszközökkel végezhetnek műtéteket oktatási vagy demonstrációs célzattal. De itt kap majd helyet a fogorvostudományi képzést támogató 25 fogászati fantomlabor munkaállomás, sőt a kiterjesztett valóság technológiáival is megismerkedhetnek a hallgatók. Már a 6 éven az épületben működő skill laborunk egy nagyon jelentős kapacitás minőségfejlesztésen eshet át. Korábban egy 280 négyzetméteres területre korlátozódott az ő működésük, most pedig a fejlesztésnek köszönhetően 1700 négyzetméteren folytathatják ezt a megkezdett munkát. A munkálatok október 4-én kezdődtek, most a bontási szakaszban tart a kivitelező. A tervek szerint 2022. júliusában végeznek az építkezéssel, majd szeptembertől a hallgatók és az oktatók is használhatják az új skill labort. Új parkot, játszóteret, illetve korcsolyapályát alakítanak ki Pécs belvárosában. Az ötlet nem új, már 2018-ban beszéltek róla, mondta stábunknak a belváros önkormányzati képviselője. A járvány miatt azonban csak most kezdődhet a kivitelezés. A megvalósításhoz az anyagi forrást az üzletház biztosítja.
Ez a belvárosi üzletközpont belső udvara. Jól látszik, megtisztították a terepet, hogy játszóteret, parkot alakítsanak itt ki. A pécsi belváros képviselője azt mondja, ennek terve még a régi város vezetés idejében született, 2018-ban. Majd az üzletház vezetőjével 2019-ben újra elővették ezt az elképzelést. Együtt létre tudunk hozni egy olyan belvárosi játszóteret és közösségi teret, amire bizony nagy szükség van. Mert sajnos a belváros annyira tele van építve, hogy nincsen igazán helyese annak, hogy játszóteret építsünk. Kicsit hosszú volt a folyamat itt a pandémia miatt, de végül is megszületett az a döntés itt a nyár közepén, végén, hogy a forrást ehhez a támogatást ez biztosítja az Arkádot tulajdonló cég, és a Biokon közreműködésével, akik ebben készségesek voltak, láthatóan el is indult a fejlesztés, amit én még a saját önkormányzati keretemből is támogatok. A tervek szerint még ebben az évben megépülne a játszótér a hátsó részen. Az épület mellé pedig egy kisebb korcsolyapályát terveznek. A lépcsős szökőkút rendbetétele egyelőre azonban elmarad. Ennek a gépészetét 30 millióból lehetne kijavítani, hogy működhessen. Minden adózó eleget tett a szabályoknak, ezt tapasztalták a NAV baranyai munkatársai Minden Szentek és Halottak napja idején. A revizorok 41 helyszínen végeztek ellenőrzéseket a megyében. A próbavásárlások alkalmával mindössze egy foglalkoztató volt, aki késedelmesen tett bejelentést, ő figyelmeztetést kapott. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai számára is csendesen telt Minden Szentek és Halottak napja. Az ünnepek alatt a revizorok Baranya több településén 41 helyszínen végeztek ellenőrzéseket az ünnepekkor kitelepült virág- és ajándékárusoknál. Ismét hasznosnak bizonyult az Adó Trafipax előrejelzése, amelyben a megyei igazgatóság felhívja az érintettek figyelmét az ellenőrzésekre. Ez alkalommal ugyanis pozitív tapasztalatokról számoltak be a revizorok. A próbavásárlásoknál minden adózó eleget tett a szabályoknak, a vásárlásokról kiállították és átadták a nyugtát. Emellett az alkalmazottakat is bejelentették, nem foglalkoztattak feketén senkit. Mindössze egy foglalkoztató volt, aki késedelmesen tett bejelentést, ő figyelmeztetést kapott. November 2. hetében egyébként a NAV munkatársai már végeztek ellenőrzéseket pécsi állatpatikákban, mohácsi ruhaboltokban, a hétvégén pedig Pécset a Nagy Imre úti vendéglátóhelyek számíthatnak a revizorok megjelenésére. Az ellenőrök, mint a legtöbb esetben, most is a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését és a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. A megyei építkezésein tovább is bármikor számíthatnak a hivatal munkatársainak jelenlétére. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Illegális hulladékhalmok Szekszárdon. Az önkormányzat több mint 6 millió forintot költ a felszámolásukra. Megújult az oktatási intézmény, felújították a Bonyhádi Kereskedelmi Iskola épületét. Környezetvédelem és fejlesztés, 11 használt olajgyűjtő edényt helyeztek ki Szekszárdon. Mártonnapatolnai megyeszékhelyen az oltottaknak és az oltatlanoknak is készülnek programokkal. Pénteken ismét a köd és a ködfelhőzet lesz időjárásunk elsődleges meghatározója, különösen reggel és délelőtt. Később már egyre több felé szűnik meg a köd, helyenként a nap is kisüthet. Gyenge marad a légmozgás, a ködmentes, naposabb területeken 10 fok körül, a tartós ködben mindössze plusz 5 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszaka erősen felhős, borongós időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!